Baranya és Tolna megyéből exhumált 79 magyar, 205 német és 7 horvát katona, valamint 3 1956-os áldozat nyugszik a pécsi köztemető 31 éve felavatott parcellájában. Azóta minden évben november 2-án koszorúzással egybekötött ökumenikus megemlékezést szerveznek a magyar-német katonatemetőben nyugvó áldozatok lelki üdvéért. Idén az emlékbeszéd megtartására dr. Gerner Zsuzsanna a Német Szövetségi Köztársaság tiszteletbeli konzulját kérték fel. Bár az emberek nem nagyon tanulnak a történelemből, ezt a történelem mindig újra igazolja, ennek ellenére kell, hogy figyelmeztessenek minket ezek az emlékművek és ezek a sírok arra, hogy nem szabad egy ilyen világégésnek még egyszer bekövetkeznie. Azt szokták mondani, hogy a katona sírok a béke legjobb nagykövetei, és ez nyilvánvaló egy alapigazság. Az ökumenikus megemlékezést a pécsi Nikolaus Lénau Közművelődési Egyesület és a pécsi német önkormányzat közösen szervezi. A célja az, hogy a II. Világháborúban elhunyt áldozatokra emlékezzünk, olyan áldozatokra, akiknek nem jutott az a kegyelem, az a sors, hogy saját sírjuk legyen. Őket általában tömegsírokba vagy egyáltalán jeltenes sírokba temették. Itt van egy néhány kihantolt katonatetem, akiket itt hantoltak el újra. Ez a 25-30 évvel néhány civil összefogott és létrehozták ezt a részt a temetőben, és ők, az ő kezdeményezésükre szoktunk itt összegyűlni minden évben. Még egyszer hangsúlyoznám, főleg Wehrmacht német katonák vannak itt, magyarországi németek is, de 56-os áldozatok is találhatók közöttük. Magyarország területén a II. Világháborúban mintegy 53 ezer német katona vesztette életét vagy tűnt el nyomtalanul. Sokuk földi maradványa építkezések során kerül elő, de temetőkben is végeznek feltárásokat, hiszen a II. Világháborúban meghalt magyar és német katonák sírját semmi sem védte a rendszerváltozás előtt, legtöbbjük sírjele eltűnt. Az ünnepség üzenete minden évben azonos. Fontos megemlékeznünk a hősökről, akik sorsukkal utat mutathatnak a következő generációk számára. A megemlékezés koszorúzással zárult.